Itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben ezzel a címmel írt ki hagyományőrző és értékteremtő céllal pályázatot a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei önkormányzat a megyei települések számára. A kezdeményezés a lakosság identitás tudatának erősítését segíti. Nagyon fontos, hogy a szatmári ember, a beregi ember, a szabolcsi ember, és általában a magyar ember tudja, hogy honnan származik, hol vannak a gyökerei. És az identitás megerősítő programot, amikor kitalálta a megyei önkormányzat, akkor pontosan erről szólt a dolog, hogy az a fajta felhigulás, ami a társadalom jellemző, szétfolyik, nincsenek meg a gyökerek, a testvérek már nagyon ritkán találkoznak egymással, mindenki végzi maga dolgán, de rá kell, hogy jöjjünk, hogy közösség nélkül, és a legszűkebb közösség nélkül nincs igazán olyan élet. A megyei önkormányzat által támogatott programok valamennyi korosztályt elérnek. Az identitás program vándorol, így minden hétvégén más településen várják a lakosságot. Baracsi Endre köszöntőjében elmondta, az elmúlt hétvégén Nagyecsed volt a megye közepe. Nagyon sok program valósul meg ebből az identitás pályázatból, és ezen kívül még jó párat valósítunk meg egyébként, akár az értéktárhoz, akár pedig más programokhoz kapcsolódóan. De itt az identitásnál azért nem olyan egyszerű számot mondani, mert itt rengeteg diákrendezvényt valósítunk meg, és igyekszünk nagyon sok településre eljuttatni azokat a kéréseket, amelyeket mi fogalmazunk meg, hogy igenis jöjjenek be hozzánk, és ott a megyeházán tudjuk vendégül látni a fiatalokat. Emellett ugye kimegyünk településekre, igyekszünk a megye minél több településre kimenni, és kisebb-nagyobb rendezvényeket is valósítunk meg, plusz még olyan programok is vannak benne, amelyek például egy vetélkedő sorozat, amelyek szintén elérik a teljes megye lakosságát. A nagyecseri elszármazottak találkozója, mint a helyi identitás ünnepe, a pinteki konferenciát és a szombati fesztivált követte. Minden lámpi fesztiválunk alkalmával odafigyelünk arra, hogy a Nagyecsedről elszármazott művészeinket lehetőleg minél többször meg tudjuk hívni, és ma ez egy koncentráltan jelenik meg Nagyecseden, hiszen az egész rendezvény erről szól, hogy az elszármazottak mutatják meg magukat és szórakoztatják itt a nagy érdeműt. Minden olyan kicsi, régen, mikor gyerekek voltunk, nagy volt minden, most olyan kis pici minden a nagyvárosokhoz képest, de örömmel jövök vissza, sőt, most tervezem, hogy megnézem azokat a fákat itt a kastélykertben, amire én még felmásztam gyerekkoromban, hogy megvannak-e, egyet láttam messziről, az még megvan. Nagyecsed nagyon híres a néptáncáról, mind a magyar, mind a cigány néptáncról, úgyhogy egy pár évvel ezelőtt sikeresen szerepeltünk egy olyan megmérettet, hogy sajnos a Nemzeti Kulturális Örökség névjegyzékébe került be a nagyecsedi verbunk és a nagyecsedi cigánytáncok, mint élő hagyomány. 12 népművészetmestere és ifjú mestere származik a településről, hála jó Istennek, ketten még mai napig is közöttünk vannak és élnek, úgyhogy azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék a hagyományainkra. A következő megyei értéktalálkozót Ajakon rendezik a hétvégén a Városnap keretében.